Már épül az Anna Réti kápolna, sikeres volt az adománygyűjtés, amit az építés érdekében indítottak. Rekordszámú hallgatóval kezdődik a tanév az Óbudai Egyetemen, új képzések is indulnak szeptembertől. Harc a gyomok ellen, pénzbüntetést is kaphatnak a hanyag ház és telek tulajdonosok. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Minden várakozást felülmúlt az Anna Réti kápolna megépítése érdekében indított adománygyűjtés. Néhány hónap alatt ugyanis összegyűlt a kivitelezéshez szükséges összeg. A misézőhely építése már el is kezdődött, és a tervek szerint ősz végére el is készülhet a kápolna. Martos Levente Balázs segédpüspök áldotta meg az Anna Réti kápolna alapító okiratát rejtő kapszulát, amit aztán ünnepélyes keretek között helyeztek el az épülő miséző helyen. Ezzel a kápolna megépítése érdekében szervezett gyűjtés is lezárult. A tavaly év végén indított adakozáson több mint 94 millió forint gyűlt össze, amely a kivitelezés költségeit fedezi. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan és ilyen gyorsan összeadják a kápolna megvalósítására szükséges pénzt. Közel 500 adomány érkezett, a legkisebb összeg az talán 1000 forint volt, hogyha jól emlékszem. Egy Németországban élő orvosházas pár adott egy nagyobb összeget, az 25 millió forint volt, de az adományok többsége pár ezer forint. Közel 500-en. Ezért aztán az adományozók nevét nem is tudjuk fölírni a kápolna falára, de majd csinálunk valami internetes felületet, ahol elérhető vagy olvasható lesz. A kápolna falai már állnak. Ilyen lesz majd a misézőhely, amikor teljesen elkészül. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye és a Hegyvidéki Önkormányzat korábban pályázatot írt ki a kápolna megtervezésére. A kisméretű 12 férőhelyes kápolna a Rét felé nyitható lesz, így akár szabadtéri misék megtartására is lehetőséget nyújt. Hogyha itt a tölgyfák övezte kis tér felé nyitják ki, akkor oda egy kb. 80-100 ember tud leülni, tehát hogyha egy olyan misét akarnak tartani, ahová kb. Ennyi embert várnak, akkor ezt az oldalt lehet kinyitni, hogyha pedig a túloldalon nyitják ki az ajtót, akkor pedig ott a nagyobb térség felé, ahol több ember is elfér, hogyha néha egy, akár évente egyszer tartanak egy olyan nagyobb misét, ahová több zarándok is eljön. Ez is fontos, hogy nem kell attól tartani, hogy többen fognak ide jönni azért, mert most ez a kápolna megépült, hiszen ezek a hívek most is eljártak ide ezekre a misékre. A világ győzelmes királynője kápolna megépítését több mint 80 éve tervezik. A kápolna megépülésével nagyon sok a különböző reményei válnak valóra. Talán azoké is, akik az engesztelést olyan fontosnak tartják az előbb vázolt hívő értelemben. Talán azoké is, akik Budapestnek ezen a sajátos, sokak számára fontos pontján zarándokként szeretnének jelen lenni, egy olyan helyen, ahol több zarándok útvonal is találkozik egymással. És egy kicsit talán azoké is, akik ezen a környéken a természetnek a szépségét akarják élvezni, akik az Anna Rétre pihenni és felüdülni jönnek. A kápolna terveihez illeszkedő harang már elkészült, és hamarosan a kápolnát is felszentelhetik. Emelkedhet az óvónők pótléka a Hegyvidéken, és a támogatást a dadákra és a technikai dolgozókra is kiterjeszthetik, közölte a kerület alpolgármestere. A plusz juttatás szeptember 1-től visszamenőlegesen is járna. A javaslatról a következő képviselőtestületi ülésen születhet döntés. Új közlekedés szervezési lépéseket sürget a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pest vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara. Szerintük a fővárosi önkormányzat elmúlt 4 éves közlekedés szervezési gyakorlata miatt folyamatosak a dugók az utakon, ellehetetlenül az áruszállítás, nőtt a menetidő, és ez hátráltatja a gazdasági növekedést. Közleményükben azt írták, azonnali szemléletváltásra van szükség, mert szerintük a közlekedés irányítójának és szervezőjének nem az a fő feladata, hogy csökkentse az utak áteresztő kapacitásait és tiltásokat vezessen be.
Az Óbudai Egyetem a legjobb magyarországi műszaki egyetemé vált az elmúlt években, a fiatal egyetemek között pedig bekerült a világ legjobb 300 egyeteme közé. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter az egyetem tanévnyitóján. Idén rekordszámú hallgató kezdheti meg az új tanévet az intézményben. Az Óbudai Egyetem hármas szlogenjét, vagyis a hallgatók jövőjét is meghatározó tehetség, siker, közösség hármast az intézmény polgárai még kis csúszással ismételték. Ám figyelembe véve, hogy mennyi új hallgató ült az évnyitó rendezvényen, ez első sikerként is elkönyvelhető. Jó ma az Óbudai Egyetem hallgatójának vagy polgárának lenni. Mindez nem csak azért, mert történelme során a legtöbb hallgatót vettük fel, az idei felvételi ciklusban soha ennyit még. Egészen pontosan 4174 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait az Óbudai Egyetemen, ami 24%-kal több, mint a tavaly felvett szám. Hanem elsősorban azért, mert a minőségi felvételi követelményeket a műszaki és informatikai területeken egyedüli modellváltott intézményként mi tartottuk meg 2023-ban, és ezáltal bizonyítottuk, hogy méltán vagyunk hazánk leggyakorlatorientáltabb műszaki felsőoktatási intézménye. Ahogy a rektor fogalmazott, az Óbudai Egyetem felnőtt a feladathoz, hiszen ma már az országban munkát vállaló fiatal mérnökök közül minden harmadik itt szerez diplomát. Az idei tanévre új, innovatív tantervi hálóval készültünk. Sokkal erősebben nyitunk ezekben a tantervekben az ipar felé. Immár ipari partnereinkkel több ipari tanszéket hoztunk létre, hogy erősebb gyakorlati ismereteket adhassunk át. Hiánypótló mesterképzéseket indítunk többek között a sportközgazdász, infrastruktúraépítőmérnöki, kiberbiztonsági, kórház és orvostechnikai mérnöki interdisziplináris területeken. Az Óbudai Egyetemen mostantól új tehetséggondozó és az innovációt támogató ösztöndíjat indítanak, hogy egy erőteljes startup kultúra honosodjon meg az intézményben. A befektetői szemléletű egyetem kialakításához is jelentős lépést tettek. Ehelyütt szeretném bejelenteni önöknek, hogy felsőoktatási intézményünk újabb mérföldkőhöz érkezett. 10 milliárd forintra emelt tőkealappal mai nappal megalakul az Óbudai Egyetem kockázati tőketársasága, az Óbudai Uni Venture Capital, amelynek révén az egyetemünkön született innovációk finanszírozási lehetőségei 20-tól 300 millió forintig terjedhetnek. Ehhez kapcsolódóan az egyetem innováció menedzsment doktori képzést is indít, ami ugyancsak jelzi a szemléletváltást. Ezt támasztja alá a pénzügyminiszter által említett ipari együttműködési program, amely már 5000-nél is több cégekkel közös kutatási projektet jelent. Ez a tanévnyitó nem ugyanaz a tanévnyitó, mint egy évvel korábban. Az Óbudai Egyetem ugyanis szintet lép folyamatosan. Folyamatosan emeli a képzéseknek a színvonalát, folyamatosan von be újabb és újabb tudomány ágakat a képzési körbe. A helyzet sokkal kedvezőbb és sokkal jobb, mint néhány évvel ezelőtt. Fiatal egyetemek között a legjobb 350 egyetem között van, holott csak 14 éves, és a mérési határ itt ebben a szegmensben az 50 év, legjobb 350 egyetem között van. És az elmúlt években pedig elérte azt az eredményt, hogy a legjobb magyarországi műszaki egyetemmé tudott válni a nemzetközi minősítések szerint. Az előrelépés ebben a tanévben sem lassul, ezt támogatja az is, hogy az Óbudai Egyetem oktatói gárdájához szeptembertől 10 újabb, nemzetközi szinten is elismert professzor csatlakozott. Megdőlt a hajnali meleg rekord a fővárosban. Hétfő hajnalban a Jánoshegyen csupán 20,7 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel új budapesti rekord született, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A korábbi rekord 20,2 fok volt, amit a Lágymányosi állomáson regisztráltak. Továbbra is nagyon magas a parlagfű pollen koncentrációja, a csapadékmentes időjárás kedvezett a gyomnövény virágzásának, így fokozódhatnak az allergiások tünetei. Az érintetteknél tüsszögés, ordogulás, orrfolyás, orr- és szemviszketés, könnyezés jelentkezhet. A becslések szerint Magyarországon minden ötödik ember érzékeny a parlagfű pollenjére. Több tízezer forintra is büntethetik azt, aki nem tartja rendben a háza vagy a telke előtti területet. A szabályok betartását a hegyvidéken is ellenőrzik, de ennek ellenére még mindig sokan hagyják figyelmen kívül az előírásokat. Méteres gazlók az útra a 12. kerület egyik utcájában. Az elmúlt hetek időjárása kedvezett a gyomnövények szaporodásának.
A közterületek gondozása az önkormányzat feladata. A házak előtti járdák és kisebb zöld felületek rendben tartásáról azonban a lakóknak, tulajdonosoknak kellene gondoskodniuk. Ezt a szabályt azonban sokan egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Ezt elégelte meg Molnár Andrea is, aki nemrég egy internetes fórumon hívta fel a figyelmet a problémára. Néhol másfél méteres gazok is vannak, rengeteg a toklász a tavaszi-nyári, illetve a kora őszi időszakban, ami számomra fölfoghatatlan. Én azt gondolom, hogy ha valaki a 12. kerületben lakik, akkor ez egyfajta igényességet mutat, de ennek az igényességnek nem csak abban a lakcímkártyán kellene tükröződnie, hanem abban is, hogy a lakók azok azt a kötelezettséget, ami az övék, azt elvégzik. A toklász ráadásul a kutyákra is veszélyes, mert a lábukba bőrükbe fúródik, és komoly gyulladást okoz. A többi gyomnövény pedig az allergiások mindennapjait keseríti meg. Az utcák gazosodása főként a forgalmasabb területeket érinti, mondja a Hegyvidéki Zöld Iroda vezetője. A nagyobb forgalmú, nagyobb utaknál napi szinten látom az Istenhegyi út és a Mártonhegyi út környékét, ezek a nagy főútvonalaknál azért ez napi probléma, ott senki nem érzi magáinak ezeket a feladatokat, mert azt gondolják, hogy ez olyan főút, ott BKV jár, ott biztos nem az én feladatom ez a dolog, de ott is mindenkori tulajdonos feladata a parlagfőnek a kihúzása és ad abszurdum, vagy éppen a zavarnak az összeszedése, vagy a hónak az elkotrása. A hanyaglakók akár bírságot is kaphatnak, ha nem tartják rendben a házuk telkük előtti területet. Megpróbáljuk először felszólítani a tulajdonosokat, nem egyszer, hanem legalább kétszer, de bizony van arra lehetőségünk, és élünk is vele, hogy szankcionáljuk ezeket. Magyarul pénzbüntetést ki tudunk szabni, az önkormányzat ki tud szabni ezekre az esetőségekre. Olyan is előfordult már, hogy az önkormányzat fixszükség esetén megcsinálta ezt a feladatot, és ráterhelte ennek a költségét az ingatlanra. Persze ez már egy extrém példa, de ilyen is előfordult, úgyhogy azt gondolom, hogy a jogi lehetőség megvan, nem szeretnénk ezzel élni, hanem inkább szeretnénk ezt megelőzni, és mindenkinek feljön a figyelmét, hogy ez az ő kötelessége, és tegyen érte meg mindent. Ősszel és télen a lehulló levelek és a járdákra fagyott jég és hó okozhat problémát. A síkosságmentesítés elmulasztása miatt szintén 5-től 50 ezer forint közötti helyszíni bírság szabható ki. Ráadásul, ha valaki a tulajdonosok hanyagsága miatt elcsúszik és balesetet szenved, akkor akár be is perelheti a mulasztót. A kulturális örökség napjai alkalmából ingyenesen lesz látogatható a BKV Föld alatti Vasúti Múzeuma, amelynek legújabb kiállítása a főváros közlekedés történetének elmúlt 150 évét mutatja be. A kiállítás fotókkal, ikonikus járművek modelljeivel, alkatrészekkel, viszonylattáblákkal idézi fel az elmúlt másfél évszázad egy-egy fontos eseményét. Megnyitják a közönség előtt az 1908-ban átadott Ferenc Áram átalakítót is, amit működés közben lehet majd megnézni. A technika történeti műemlék a mai napig segíti a fővárosban közlekedő villamosok áramellátását. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!